Vidám gyermekzsivaj fürdőző családok. A hőséget most is sokan vészelték át a vízparton. A városi strandot is többen látogatták meg a nagy melegben. Nagyon jó a víz, és szeretek itt lenni. Zsófia is szívesen tölti a strandon a vakáció utolsó napjait. Én nagyon jól érzem magam a strandon, nagyon szeretek idejárni, és sok ismerősömmel szoktam itt találkozni. A nagy hőségben a strand is hosszabb ideig tart nyitva. A hőségriadó indokolja, egy órával meghosszabbítjuk a nyitvatartást. Augusztus hónapban, amikor bezártuk a fedett uszodát, a nyitvatartásunkat reggel is, tehát a reggeli időben is kitoltuk, 8 óra helyett 6 órakor nyitjuk a strandot. Természetesen a velencei tópartjára is rengetegen érkeztek a kánikulában. A tapasztalat azt mutatja, a legtöbben Budapestről látogatják a velencei tavi strandokat. Újpestről érkeztem, Budapestről, és hát évente lejárunk egyszer, kétszer, háromszor, ahogy adódik. De szeretünk idejönni, mert élvezzük, jó a hangulat. A legtöbb helyen figyelmeztetik a fürdőzőket a hőségben a legfontosabb teendőkre. Folyamatosan a strandnak a hangosító berendezéseink keresztül természetesen tájékoztatjuk a vendégeket, hogy lehetőség szerint a kritikus időszakban ne tartózkodjanak a napon, inkább az árnyékot keressék, legyenek inkább a vízben, és a megfelelő folyadék utánpótlásról is gondoskodjanak. És szerencsére olyan vízimentőink, illetve elsősegélynyújtóink vannak, akik máskülönben szakképzett szakápolók, ezért óhatatlan hőséggel kapcsolatos kellemetlen, illetve azonnali rosszulét alkalmával is egyből szakszerű ellátást tudnak biztosítani. A tapasztalat pedig azt mutatja, a legtöbben odafigyelnek a teendőkre, és igyekeznek elkerülni a nagy hőség okozta rosszul léteket. Így sok folyadékot fogyasztanak, és árnyékban tartózkodnak a kritikus időszak alatt. Árnyék alá húzódunk, és kémmel kenjük le magunkat 50 faktorosan, ami kifejezetten arra való, hogy ezt a ronda UV-sugarat ezt kiszűrje. A nyári időjárás, a kánikula jó szezont eredményezett a legtöbb vendéglátóhely számára is. Az augusztus végi hőség miatt pedig most is nagyobb a forgalom. Szokták volt mondani azt, hogy 20-a után ciánoztak a parton, hogy eltűnnek az emberek. Hát túl sokan nincsenek, de azért többen vannak, mint tavaly voltak. Úgyhogy ez remélem, hogy hoz valamit a konyhára nekünk is. A héten még sokan kereshetnek felfrissülést a strandokon és tópartokon, ugyanis a meteorológiai szolgálat másodfokú figyelmeztetést adott ki a főváros területére és 11 megyére, köztük Fejérre is. Ma napközben városszerte 40 fokot mutattak a hőmérők, az elkövetkezendő napok nem hoznak majd enyhülést, hiszen a meteorológiai előrejelzések szerint a hét második felében és a hétvégén még ennél 1-2 fokkal tovább nő a csúcshőmérséklet. A Fehérvár Média Centrum híradójában Látrányi Viktória összeállítását látták.